A Hajdúhatházi Művelődési Ház adott helyszínt a Kreaktív Ifjúsági Csoport és az Életfa Egyesület számtalan közös programjai közül az egyiknek, aki mit tudnak. A szervező fiatalok az egész város ifjúsági tehetségei számára intéztek felhívást a versenyre. A vetélkedő fellépői és a zsűri is a többségi társadalom mellett roma származásúakból is állt, ami látványosan érzékeltette a zene és a tánc társadalmi határokat legyőző képességét. A ki mit tud után az együttműködésről, az identitásról és a belső motivációkról beszéltek a helyi fiatalok. Én csak félig vagyok roma, nekem anyukám a roma, de én az identitás tudatom miatt én azt mondom, hogy én teljesen roma vagyok. Hát az összefogás hiánya az nagyon nagy probléma, de ha összefogás kellene említenem, akkor inkább a romák között, mert ők kevesebben vannak. Egymás között így megy az, hogy szól valaki, hogyha most ő elutazik hosszabb időre, vagy nem lesz otthon egész nap, és akkor aki otthon van, nézi a házát, hogyha valami baj van, akkor szól a rendőröknek, szóval hát bizonyos helyeken nagyon, nagyon jó a szomszédság, de van, ahol meg a szomszédok vetétársaknak tekintik egymást. Csaba szomszédai romák, akik teljesen befogadták a félig magyar származású családot. A Kreaktív csoport másik résztvevője Dávid egy fordított helyzetről mesélt. Úgy tűnik, a szomszédság kiegyensúlyozó szerepe itt is működik. Ahol én élek, az Erzsébet utcán, ott egy roma család van csak, azok is csak mink, és a többi az mind magyar, és mink. Tényleg minket úgy ismernek, hogy tényleg rendes roma, csak az a baj, hogy sok mindenki, sok magyar származású, mindenkit egybe akar venni, az egész romát. A Ki mit tudom fellépők közül kitűnt egy zenei formáció, melynek tagjai aktív hitéletet folytatnak egy-egy gyülekezetben. A szomszédságon és túlmutató együttműködés tanúságairól beszélt István, a zenekar vezetője. Úgy gondolom, hogy kitartásról árulkodik a mi munkánk, amit végzünk, tehát Istennek az útján, és úgy beszélnek rólam, hogy tehát a kitartásomat azt megbecsülik Istennek az útján, tehát hogy nem kívánom meg azokat a dolgokat a világban, amik sajnos rabjai a fiatalok különböző dolgoknak, tehát a drog, cigaretta, alkohol, tehát ezekre nekem nincsen szükségem, dicsőség az Úrnak, és talán ez egy példa lehet a fiatalok számára, hogy így is lehet boldogan élni, élvezeti szerek nélkül, amik károsítják az egészségünket. Talán egy példakép lehetek a fiatalok számára a hitéletben. A belső meggyőződés közösségformáló erejének hasznosságára jó példa István életszemlélete. Persze, ez korán sem volt mindig így. Ha az elmúlt 20 évre akár visszatekintek, akkor azt látom, hogy láttuk, hogy akkor még voltak problémák. Tehát a roma és a nem roma származású fiatalok, vagy idősebb emberek között voltak problémák. De ma már hál' Istennek azt tudom mondani, hogy együtt tudnak dolgozni teljesen a roma és nem roma fiatalok, vagy idősebbek, vagy gyerekek, tehát nem látok problémát igazán. A társadalmi problémákra tudjuk a megoldást, okoz minden embernek 100 pozitív csalódást, és küzdjél magad, én ne fossál.